Budapest és Balaton is jó alternatíva. Egyre több magyar választ hazai úti célt. Az együttműködés gyümölcse. A fajmegőrzési programban vadmacska kölyköt repatriálnak. Hamarosan itt a pollen szezon. A parlagfű hatásait gyorsítja, illetve erősíti a száraz, forró időjárás. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. A 105-ös busz vezetője mentette meg az életét egy idős asszonynak a Márvány utcában. A buszvezető hölgy észrevette, hogy egy idős asszony fekszik a járdán eszméletlenül. A körülötte összegyűrt járókelők egyből hívták a mentőket. Amíg a segítség megérkezett, a sofőr mellkas kompressziót alkalmazva elkezdte újraéleszteni a hölgyet, sikeresen. A mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították az idős asszonyt. A legmagasabb piros fokozatú figyelmeztetést adta ki a Hungaromet ZRT, szerda éjfélig 5, csütörtök éjfélig pedig 3 vármegyére a hőség miatt. A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében Pest megye is szerepel, itt is a 29 Celsius fok felett alakulhatnak a napi középhőmérsékletek. Az UVB sugárzás az egész országban nagyon magas. Július 16-án ismét megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári magyarországi áramfogyasztási rekord. A Mavir adatai szerint kedden este 20 óra előtt a 7036 megawattot is elérte a villamosság energia rendszer terhelése. A szakértők szerint az elsősorban a tartós hőség idején tapasztalható, és az esti klíma használatainak köszönhető. A felhasznált energia 3/4 származik hazai erőművek termeléséből. Gondolnánk, hogy Budapestre nem csak repülővel és autóval, vonattal vagy busszal érkező turisták, hanem a hajós utasok is kíváncsiak? A legfrissebb adatok szerint a luxus hajóutakra befizető amerikai utazók is több napot töltenek a magyar fővárosban, és úgy tűnik, rajtunk kívül a magyarok számára is egyre kedveltebb úti célpont lesznek a hazai látványosságok, illetve üdülőközpontok. Egymás után érkeznek a turisták Budapest legnépszerűbb helyszíneire. 2024. januári és februári időszaka kicsit nehezen indult turizmus szempontjából, de azóta folyamatosan egyre jobb adatok vannak a városban. Már júniusban kiemelkedő mennyiségű ember érkezett hazánkba. Ez mi sem bizonyítja jobban, mint a Liszt Ferenc repülőtér repülőforgalma, ami már most 10%-kal magasabb, mint az előző években. Az ember nyáron kifejezetten vágyakozik a fürdőkbe, a strandokra, így Flesz Tamás tapasztalatai alapján a külföldiek hazánkban elsősorban azokat a városokat látogatják meg főként, melyek híresek termálvizes fürdőiről, ilyen például Hévíz, Hajdúszoboszló, Gyula vagy éppen Bükkfürdő, fővárosunkban pedig elsősorban a Széchenyi fürdőt, Gellér fürdőt és a Szent Lukács fürdőt részesítik előnyben a külföldi turisták. A magyarok a tapasztalatok alapján nagyon szeretik a Rudas fürdőt, mindemellett szívesen látogatják az előbb említett külföldiek kedvenc termálvizes fürdőit is Budapesten. A hazai vendégforgalom is kedvezően alakul, hiszen sok magyar szereti belföldön tölteni a nyaralását. A budapesti magyarok is nagyon szeretnek Magyarországon maradni, értelemszerűen nyáron a fő sláger a Balaton, de nagyon erős most már a Tiszató, Mátra akár nyáron is, nem csak az őszi-téli időszakban, de ugyanúgy a déli országrész. Egyre több vendég keresi nem csak a wellness szállodákat, hanem a wellness szállodák mellett lévő aktív turizmusra, kikapcsolódásra való lehetőséget. Rengetegen kerékpároznak, kirándulnak és különböző sporttevékenységeket végeznek. Azt látjuk, hogy a szép kártyán rengeteg pénz van még jelen pillanatban, és biztosak vagyunk benne, hogy a következő hónapokban ezt el szeretnék költeni a magyarok, úgyhogy ez bizakodásra adok ott. A termálfürdőkön kívül természetesen a magyar tengernél, a Balatonnál is nagy vendégforgalomra számítanak, legyen szó magyar vagy külföldi nyaralókról. Ezek alapján a 2019-es rekordévet, ami a legjelentősebb volt turizmus szempontjából, 2024 nyara meg is döntheti az idei vendégforgalommal. A Balaton nem olcsó, nem drága, olyan, mint minden más az országban. Mi végeztünk összehasonlításokat, és mikor almát almával hasonlítunk össze, akkor a Balaton még mindig ugyanabban a szállás kategóriában, ugyanazokkal a szolgáltatásokkal olcsóbb, mint a tengerparti riválisai, hogy így fogalmazzak. Én azt hiszem, hogy a Balaton egyre inkább tud minőségi szórakozást nyújtani a magyar vendégeknek, és megéri, még ha nagyon, néha nagyon sokba is kerül azt az összeget kifizetni, mert egy nagyon jó alternatíva a tengerparti nyaraló helyekkel szemben.
A külföldieknek a különleges helyszíneket leszámítva azért is nagyon jó választás hazánk, mint nyaralási célpont, mivel a szálláshelyek olcsóbbak, mint a nyugat-európai városok többsége. Mindemellett vendéglátásba is erősödött hazánk, és ár- és értékarányban is kedvező egy külföldinek. Kiemelt látványosság számukra a parlament, a Dunaparti cipőkiállítás, az operaház és az óriáskerék is páratlan élményt és kilátást nyújt mindenki számára. A tavalyi évvel szemben idén nincs nemzetközi sportesemény, ami ide csalogathatná a külföldieket, de vannak és lesznek is ilyen események, emelte ki Flesz Tamás. Az elmúlt időszak legjelentősebb programja a háromnapos Coldplay koncertsorozat volt a Puskás Arénában, ami bebizonyította, hogy az ilyen események meg tudják tölteni a budapesti szállodákat. Azt gondoljuk, az idejében akár 14-15 millió vendégérkezés is lehet, természetesen mi magyarok is benne vagyunk. Ez, ha így történne, akkor meg tudnánk dönteni az előbb említett 2019-es mindenkori csúcsot. Én bízom benne, hogy nem csak a környező országokból, hanem a távolabbi helyekről is egyre többen jönnek. Kínából egyre több légitársaság jön Budapestre, és reményeink szerint jövő évben talán az Amerikai Egyesült Államokból is lesz direkt forgalom. Jelen pillanatban rengeteg hajós turista jön az Egyesült Államokból, akik megállnak utána Budapesten és eltöltenek egy-két vendégészakát. A nyaralási szokások visszaálltak a Covid előtti állapotokra, hiszen a vírus időszakában jelentősen csökkent a nyaralók száma, de a magyarok utazási kedve idén már nem csökkent, és szívesen látogatnak el akár magyar nyaralóhelyekre, de sokan választják a tengerpartot is a kiszámíthatóbb meleg időjárás miatt. Számos foglalás utolsó pillanatban történik, így nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan alakul a nyári szezon, viszont a szakértők nagyon pozitívak, és óriási hazai turizmusra számítanak 2024 nyarán. Budapesten továbbra is nagyon drága ingatlant vásárolni. Az 5., a 2. és a 12. kerületben átlépte a 3 millió forintot az átlagos négyzetméter ár. Az árérték arányt jól szemlélteti, hogy ennyi pénzért a legtöbb tengerparton vagy éppen a Gardató mellett is vehetnek remek ingatlanokat a befektetők. Új szintre lép az a faj megőrző program, amelyet a Budakeszi Vadaspark szakértői kezdtek néhány éve más szervezetekkel együttműködve. A magyar erdőkből egyre inkább eltűnő, fokozottan védett vadmacskák életéről, jelenlétéről szeretnének többet megtudni, ezért különböző mintavevő helyeket alakítottak ki, illetve kamerákat is felszereltek a vadmacskák megfigyelésére. Rövid időn belül pedig egy felnevelt kölyköt engednek vissza természetes körülmények közé. A legnagyobb hím egyedek súlya meghaladja a 8 kg-ot, és egy igazi vadász a kisebb őzeket, nyulakat is villámgyorsan elejti. Sokan nem is gondolnák, hogy az európai vadmacskáról beszélünk, amely 2024-ben Magyarországon az év emlőse lett. Igaz ugyan, hogy nagyon hasonlít a szürke, barna, círmos házi macskához, ám annál sokkal zömökebb, erőteljesebb testfelépítésű. Magyarországon fokozottan védett faj, már csak nagyon kevés egyed él az eldugott erdős területeken. A fajra a legnagyobb veszélyt, mint minden más védett állat esetében az ember jelenti, pontosabban az ember állattartási szokásai. A szabadon engedett házimacskák ugyanis több szempontból veszélyeztetik a faj fennmaradását, az esetleges zsákmányállatokat, kis ragadozókat ők is megtizedelik, így kevesebb eleség marad a vadmacskáknak, valamint a két faj által létrehozott szaporulat már csak úgynevezett hibrid lesz, és kifejezetten hátrányosan érinti a vadmacska faj fennmaradását. Részben ezeknek a körülményeknek a hatására a Budakeszi Vadaspark, a Pilisi Parkerdő és a Dunai-Poly Nemzeti Park szakértői néhány éve fogtak össze a faj megmentése érdekében, és azért, hogy felderítsék a főváros környék, illetve a pilisi erdőkben hány egyed él. Egyre több tudásanyag jön össze, és a környezettudatos lakóktól is sok bejelentés információ érkezik a vélt vagy valós vadmacskákról, ám egy igazán nagy lépést jelentett, amikor egy néhány hetes géntiszta vadmacska kölyköt hoztak be a Vadasparkba. A kislányt Szaffinak keresztelték, bár ez csak elméleti név, nem így szólítják, és hogy miért, arra hamarosan fény derül. Most már a szabadon engedést várja, ő most már teljesen felnőtt vadmacska lett, és Félix-el ellentétben, aki szintén a természetből került be hozzánk, mentett kis cicaként, akiről később derült ki aztán, hogy vadmacska. Szafiról is most már bizonyosan tudjuk a genetikai vizsgálatnak köszönhetően, hogy ő egy vadmacska nőstény. Viszont míg Félix sokkal korábbi stádiumba került hozzánk, nagyjából 3 hetes volt, és mivel legyengült állapotban volt, ezért nagyon sokszor kellett kézből fecskendővel etetni, ezért annyira hozzászokott az emberhez, hogy őt elengedni sajnos nem lehetett. Viszont most a fajának nagyköveteként mutatja be a vadmacskát, mint fajt a Vadasparkban.
Szafi viszont nagyjából 5-6 hetesen került be hozzánk, ő már teljesen önálló kis cica volt, és tejjel kevert, már húsit tudott enni, és ennek köszönhetően ő már akkor vad volt, és nem is szelidült meg, úgyhogy ő teljesen megfelelő arra, hogy szabadon lehessen engedni. A szabadon engedés alatt persze nem azt kell érteni, hogy az eddig őt nevelő gondozó megfogja és kiviszi az erdőbe, hanem először megteremtik a feltételeit, hogy a visszaengedést követően is el tudja magát látni. A visszaengedése úgy fog működni, hogy épült egy repatriációs kifutó a Pilis erdején belül, egy olyan helyre, ahol az emberek nagyon ritkán nem látják meg, tehát hogy nem találkozik emberekkel, és ez úgy került berendezésre, hogy az erdőt imitálja, körülötte pedig természetesen az erdő látható, hogy megszokja az erdei zajokat, szagokat, állatokat, akik esetleg közel mennek majd a kifutóhoz, és ott megtanul majd vadászni is. Általában, tehát hogy mi a vadasparban nem szoktunk élő állattal letetni, mivel az élő állat szempontjából nem humánus, viszont ilyen esetekben sajnos muszáj élő állattal letetni ezeket az állatokat, mert a természetben nem kis fémtálkából fogják megkapni a feldarabolt csirkehúsit. Ezért aztán élőegelet patkányt kellett levadászni a kis vadmacskának, hogy később felismerje és el tudja kapni a táplálékállatokat. Az elején nem ment annyira egyszerűen neki, a kisebb egereket még megmerte fogni, de már a nagyobb patkányoktól félt, ami nem teljesen természetes, mivel a természetben akár egy vadnyulat is, vagy egy őzgidát is el tud ejteni, tehát meg kell szokja, hogy nagyobb termetű prédát is elejtse, ami szerencsére egyre jobban megy neki. Ezt folytatni fogjuk a repatriációs ketrecben is, és kapni fog egy GPS nyakörvet, amivel tudni fogjuk majd a honlétét, hogy merre jár, mennyi ideig él túl a természetben, és ez egy visszajelzés nekünk is, hogy mennyire volt sikeres az ő nevelése és visszavadítása. Úgynevezett puha visszaengedés lesz az ő elengedése, nem az lesz, ahogy kiengedjük a természetbe és menjél, hanem ebben a repatriációs ketrecben, miután megszokta az erdei környezetet és a hangokat, kinyitjuk az ajtaját, és ő dönti el, hogy mikor akar onnan kimenni, visszamegye a helyére, és egy vadkamerán keresztül mi látni fogjuk, hogy mennyi ideig jár vissza, még egy ideig a ketrecen belül még takarmánnyal ellátjuk, lesznek ott állatok, amiket el tud kapni, mert nagyon sokszor még kell neki a segítség, annak ellenére, hogy ő egy vadállat. Végül elkövetkezik a végleges visszavadítás, vagyis egy idő múlva bezárul a repatriációs ketrec ajtaja, és Szafi magára marad. A magyar szakértők abban is bíznak, hogy ez a vadmacska rácáfol a nemzetközi tapasztalatokra, amelyek szerint egy-egy visszaengedett, visszavadított állat legfeljebb 1-2 évet él meg. A projektben résztvevők azt remélik, hogy Szafi hosszabb életű lesz, és szerencsés esetben géntiszta vadmacska kölykökkel is megajándékozza a magyar erdőket. A parlagfű pollen koncentrációja várhatóan július utolsó hétvégén több helyen is elérheti a tüneteket okozó szintet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ éppen ezért azt javasolja a parlagfű virágporára érzékenyeknek, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelő orvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében. A központ szakértői szerint az idei szezon előreláthatólag erős lesz, ha a mostanihoz hasonló száraz, szeles időjárás várható a hátralévő 2 hónapban is. Az allergiások számára nagy segítséget nyújt a parlagfű pollenriasztási rendszer térképes előrejelzése, így könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére, illetve ez alapján az utazásaikat is körültekintőbben megtervezhetik. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Kövessenek bennünket social media felületeinken is, hiszen elérhetőek vagyunk YouTube-on, TikTokon, Instagramon és Facebookon is. Önök a Budai Híradót látták, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap is várom Önöket friss hírekkel. Viszontlátásra!